aztán, és Kovács Ádám labdázgatnak, aztán Sádit is bevonják a játékba. Felíveli a labdát. Ezt elrontották nagyon a palotaiak, összefutottak ketten is, és ez már gólhelyzet, és Lukásit védett Közép Gergely. Hát ez egyszer volt, ez be kellett volna lőni bizony Csík Zsoltnak. Egy az egyben vezethette rá a palotai kapusra Közép Gergelyre. Stál pörgeti ki a labdát, de pontatlanul. Borbás. Mindig ott a lehetőség a palotaiak előtt. Térülés, fordulás, és a lövés, megpattanó labda, és 1-0-ra vezet. Pilka Roland góljával a Palota a Tihany ellen. Többször megszerezhették volna a tihanyiak, aztán Pilka rá tudott fordulni a labdával, rá is rúgta, megpattant a labda, ami becsapta Sárdi Mátét, és így került a tihanyi kapuba a várpalotaiak vezető gólja. 1-0. És ha pontosan kezdték a játékot a csapatok, akkor ez a 19. percben történt. Eddig jó, a pörgetés is, nincs les, gólhelyzet. És az utolsó pillanatban tudott menteni Kovács Ádám. Most ha most rárúgta volna ellenfelére a labdát, akár még sárgalpost is kaphatott volna, de ez most meg már gólhelyzet. És ezt is védi Közép Gergely, és itt nem volt les, hát ez valami hihetetlen. Varga Győző óriási egyenlítési lehetőséget hagyott kihasználatlanul. Pas fordulhat kapu felé, Pas. Még mindig ő. Jön a labda, nagyon jó labda, és Közép ezt is védi. Hát ez hihetetlen, nagyját teszik Középet a tihanyi játékosok. Körülbelül 400%-os zicsert hagytak ki már a fehérmezesek, ez pedig lerántás. Lögdösni azért nem kell itt semmit, senkit. Nemes Gergő kapott sárgalapos figyelmeztetést. Stál Krisztián nem tudom mit keres ott, ő látta a legtávolabbról az eseményt, még ha igaza is van. Induló ember. Jól lefordulnak. És a lövés, és ez már gól. Ez már bizony gól. Gál Krisztián addig térült, fordult. Húzogatta a labdát, amíg rá tudta lőni a labdát. 1-1. Nagyon jól fedezte a labdát a tihanyiak játékosa Gál Krisztián, és kiegyenlített. Jöhet a tihanyi bedobás. Pas. Gál tovább csúsztatja. Gól helyzet, ott a lövés, és levágódik, eltörte a labdát. Eléggé csúnyán Varga Győző. Jól csavarodik, de jön el a kapus is, Sárdi Máté. Csík nem látta egy pillanatig a naptól, hogy honnan jön a labda, aztán csinál egy szép cselt. Még mindig Csík. Jó a labda, a csel is finom. Hát ilyen rossz megoldás, hát én még ilyet nem láttam. Ez kemény volt, meg ez is. Durul a játék, nem tudom, hogy meg tudják-e úszni a játékosok piros lap nélkül. Varga. Borbás eladja, Varga. Még mindig ő, jó kiugratás, nincs les, Pas gólhelyzetben, Pas! És mellé rúgja Pas. Csapó Gábor, tehát 14-essel a palotaiaknál. A
Csapó név egyébként, nagyon jó csengő itt Várpalotán, hiszen Csapó Andor zseniális futballista volt a Bányászban. Lehet, hogy van mi. Hú, na itt lapok jönnek. Hú, itt pirosat kell adni. Itt pirosat kell adni. Hát ez már pankráció volt. De egyszer nem tudom, mind húzzák fel ennyire magukat a játékosok. Hát olyan idegesek, hogy ez valami hihetetlen. Hát futballal törődnének, futballal foglalkoznának. Én biztos nem kegyelmeznék, sárga lapok jönnek. Én biztos, hogy ütésért, lökésért, mind a kettő sárga lap. Hiába fognak kezet. Én mind a kettőt kiállítottam volna, ez biztos. Egy Palota is sérült, aki már talpon van. Balogáron volt az, és most játékvezetői labda van. Hú, ez nagy meglátás volt a bal oldalra. Varga nem tudja átvenni a labdát. Janu, menjél! Janu, de nem Varga menjél! Volt az, bocsánat. Pas. Nagyon jól csinálta Pas, és be is rúgja. Pas góljával 2-1-re vezet a Tihany. Nem tudom, ki nem vett át ott nagyon jól a labdát, ami egy fantasztikus keresztlabda volt. Lehet, hogy Nemes Gergő volt, az nem akarom megbántani, nem ő volt, akkor bocsánatot kérek. Minden esetre Pashoz került a labda, aki megszerezte a Tihanyiaknak a vezető gólját. Nemes Ádám! Nemes! És ebben a pillanatban 4 pont az előnye a Tihanyiaknak a Várpalotaiakkal szemben. Van 1/4 óra. És abban sok minden belefér. Még az is, hogy Gál elérte a labdát a vonal előtt, és tud ismételni. Lányan középre emelte a labdát, Pas nem tud fejelni, ott egy lövési lehetőség, és mellé, centiméterekkel Nemes Ádám mellé kurította a labdát. Kötél nem tudta átvenni, mert a hátam mögé jött a labda. Na, és indul a Palotai támadás Bogdán felé, és leperdül a lábáról. Pedig nagyon jó labda volt ez most. Orvás Benyamintó, a Tihanyiak edzője kiabál, hogy jöjjön ki a Tihanyi védelem a kapu előteréből, ne húzzák magukra a Palotaiakat. Gál, jó a csel, gólhelyzet, és nagyot véd megint a Palotai kapus. Tehát még van lehetőség egyenlíteni a Palotának. Most jön a szöglet, és jön a kapus is. Sárdi, aki jól löklöz, és Gál pedig megiramodhat. Nem volt kéz, hiába reklamáltak. És ez nem volt es, mert saját tér feléről indult Gál. Zicser, és kihagyja Gál. A századikat hagyja ki a Tihany, ha kerekítünk. Bogdán, Pilka, ott jön a hosszú oldalra a labda, ott a fejes, és egy fantasztikus Sárdi védés. Csapó Gábor fejelte rá a labdát, és Sárdi kiütötte a jobb felső sarok elől. Hát bizony, ez egy egyenlítési lehetőség volt, azért fogják sajnálni a Tihanyiak, hogyha itt döntetlen lesz a meccs, fogja is a Tihanyi kispad a fejét, mármint akik a kispadon ülnek. Edzők tudják azt, hogy még baj lehet. Pilka meghúzza a jobb oldalon, nem tudja. Nemes Gergő az útját állta. Ott jelzés van, és ott lap lesz megint. Piros. Tudtam, hogy az lesz. Tudtam, hogy addig jár a korsó a kútra, amíg egy lemegy. És ugye ilyenkor felvetődik a felelőssége Pilkának, ha őt állították ki.
hogy amikor támadásban vannak, amikor majdnem egyenlítenek, akkor ilyenért miért állítatja ki magát, hogy most rúghatnak szögletet, vagy nem. Még akkor is, hogyha igaza van esetleg. És akkor most van ilyen labda, pardobási verseny is, amit a játékvezető rendez, hogy ki mikor hogyan dobja, mert már úgy tűnik, hogy ezt sem tudják szabályosan elvégezni a játékosok. Nemes. Még mindig Nemes. Jó a cselist, Nemes, gólhelyzet, még húzott a labdát, és bepofozza a Tihanyiak harmadik gólját Nemes Ádám. Addig csűrte, csavarta ott, és hagyták a palotaiak. Még egyet tolt egyet, tiszta lövési helyzet, 3-1-re vezet a Tihany, és megnyeri ezt a mérkőzést. Most már nagy kockázatot nem vállalok ezzel, hogy kijelentsem. És ezzel a Tihanyiak továbbra is versenyben maradhatnak a harmadik helyért folytatott csatában, ha és amennyiben a Fűzfő és az Urkut is hibázik, ezt azért tegyük hozzá.